Honnan tudhatom, hogy a kiskutyámnak vitamin hiánya van? Hát ez egy összetett kérdés. A vitamin hiány az egy olyan betegség, amely hála Istennek kihaló félben van, itt legalábbis a Kárpát-medencében. Oka ennek az etetés kultúrájának a fokozatos emelkedése és javulása. 20-30 évvel ezelőtt, inkább 40 évvel ezelőtt a különböző vitaminhiányos kórképek azért elég jelentősen nagy szeletet hasítottak ki az állatorvosi működésből, hiszen nagyon sok állat különböző vitaminhiányokban szenvedett. Ma már erre kevés példa adódik. Általában vitaminhiány mai körülmények között akkor tud kialakulni, hogyha valamilyen szélsőséges körülmények között tartott kutyáról beszélünk, és azt valamilyen szélsőséges koszta letetjük. A körülmények azok például szélsőséges körülményeknek hívjuk az, amikor egy kutya csak ketrecben tartott kutyáról beszélünk, csak ketrecben él, napfényt sosem lát, levegőre nem kerül, és hát ilyen kísérleti állatok és ilyesmikre kell gondolni. A szélsőséges etetés pedig azt jelenti, hogy valamilyen monodiétás étrendre fogta valaki valamiért, nem tudjuk miért, mondjuk csak húst kap, semmi mást, vagy csak valamilyen zöldségfélét kap. Ismerek ilyen tulajdonost, aki önmaga is hát kerüli a húsételeket, és ennek következtében azt gondolja, hogy a kutyának is ez nagyon jó lesz. Nem való. Én azt gondolom, hogy ezek a szélsőségek. Ezekben a szélsőségekben megbújhat egy részleges vitamin túlsúly és egy vitamin hiány is egyben. Hogyan ismerjük fel, ugye ez volt a kérdés. Ugye minden vitaminnak megvan a maga hiánybetegsége, tehát ami hiány tünete, hiánybetegsége. Ismerjük a C-vitaminos skorbut kórképét, és ismerjük a D-vitamin hiányos kórképek közül mondjuk az angolkort, ami gyakorlatilag eltűnt ma már, de a csont sűrűségének a problematikája szintén részben D-vitamin kérdése is. Tehát összességében nincsen olyan betegség, amely egyértelműen mutatna valamilyen vitaminhiányt, de bizony sok olyan betegséget ismerünk, ami mögött megbújhat egy vitamin részleges hiánya. A hiány általában mostanában, hogyha hiányról beszélünk, akkor az valamilyen felszívódási zavart jelent. Ez azt jelenti, hogy a kutya bélrendszere valamilyen bélbetegség, általában idült bélbetegség miatt képtelen bizonyos anyagokat felszívni, bizonyos anyagok átjutnak, bizonyos anyagok nem, bizonyos konstellációban álló anyagok igen, bizonyos konstellációban álló anyagok nem jutnak át. Így fordulhat elő az, hogy mondjuk egy részleges A-vitamin hiány, vagy egy részleges E-vitamin hiány például kialakulhat. Ezeknek a tünetei azok nagyon összetettek, és általában nem egy tünetről van szó, hanem egy általános tünet együttesről, amelyek nagyon nehezen megfoghatók, nagyon nehezen körülírhatók, és ilyenkor, amikor az ember a kórelőzményt fölveszi, és gyanúja ébred arra, hogy esetleg valamilyen szélsőséges körülmények, vagy szélsőséges etetésben vesz a kutya részt, akkor részletesen kikérdezi az etetési körülményeit, a tartási körülményeit, és akkor ébredhet föl némi gyanú arra, hogy esetleg emögött, a megbetegedés mögött, amit én látok tüneteiben, megbújhat egy vitaminhiány.